Eredményes az online árfigyelő, már több mint 5%-kal szorította le a listán szereplő élelmiszerek árait. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium szerint az érintett áruházláncok már több termék esetében is határozottan csökkentették áraikat. Orbán Viktor miniszterelnök reggel a Kossuth Rádióban arról beszélt, bár a kormány korábban az év végére tervezte, hogy egy számjegyűre csökken az infláció, de ez akár már egy-másfél hónappal hamarabb is megtörténhet. Még csak két hete indult, de már most is a mindennapi vásárlói szokások közé tartozik az online árfigyelő rendszer használata. Az oldalnak már több mint 500 000 látogatója volt. Az oldal segítségével a vásárlók 1200 üzlet árait tudják összehasonlítani 62 termék kategóriában. Elég tetemes különbség van bizonyos áruházaknál a sajt árképzésében, valahol több száz forintot is tudok spórolni. Legtöbben a tejre, a csirkemellre, a sajtra és a vajra keresnek. Az online árfigyelő rendszer minden kategóriában a legolcsóbb termékeket mutatja meg elsőként, majd sorrendben halad a legdrágábbig. Az árverseny éppen ezért napról napra fokozódik, az üzletek folyamatos árcsökkentéssel akarják magukhoz csalogatni a vásárlókat. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium adatai szerint az elmúlt hetekben több mint 20%-kal csökkent például a fokhagyma, az alma és az új krumpli ára. 10%-kal kevesebbe kerül a túró, a pulykamell, a tojás és különböző kenyérfélék is. De nem csak ezekért a termékekért fizetünk már kevesebbet. Az online árfigyelő rendszerben közzétett 62 termékcsoportból 55-ben csökkentek az átlagárak, ami több mint 5%-os átlagárcsökkenést jelent a figyelt termékek között. Az árfigyelő rendszer mellett a kötelező akciók is hétről hétre hozzájárulnak az élelmiszerárak csökkenéséhez. Ez előírja, hogy a hipermarketek mellett a nagyobb élelmiszerboltok is hétről hétre akciózzanak 20 termék kategóriában minimum 10%-kal. A boltok ezeket az elvárásokat is folyamatosan túlteljesítik. Az egyik kiskereskedelmi üzletlánc például bejelentette, hogy dupla annyi termék kategóriában legalább 30%-os akciókat kínál. A születésnapos vásárlók pedig további kedvezményt is kapnak. Az inflációt nekünk magunknak kell letörni. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban azt mondta, arra kell készülni, hogy a háború, így a szankciók sem tűnnek el, ezért az inflációt a kormánynak kell letörnie. Fülön vagy üstökön kell ragadni, le kell törni, le kell birkózni, letaposni, szóval a legdurvább szavakat tudom itt hozni, harcolni kell az inflációval szemben, és itt a kormánynak van egy terve, hogy hogyan akarjuk az év végéig egy számjegyűre csökkenteni az inflációt. A bolti árak a kormány intézkedéseinek köszönhetően június óta dinamikusan csökkennek. Szakemberek szerint az online árfigyelő rendszernek alig két hét alatt 0,5%-os infláció és 1,5%-os élelmiszerinfláció csökkentő hatása lehet. Egyes intézkedéseket kivezetünk, másokat bevezetünk, ami bevált, azt fönntartjuk, amihez reményeket fűzünk, azt bevezetjük. Most éppen ugye itt van ez az árfigyelő rendszer, ami szerintem sokat segít, mert tegnap hallottam, hogy több százezren mennek rá naponta, és döntenek a vásárlásaikról, meg az árakról ezen keresztül. Akkor bevezettük a kötelező élelmiszerakciókat, tehát úgy látjuk, hogy minden hónapban csökkenni fog az infláció mértéke, mert az intézkedéseink hónapról hónapra meghozzák az eredményüket. Orbán Viktor hangsúlyozta, az infláció csökkenő pályán van, bár a kormány decemberre vállalta, hogy egy számjegyűre csökken az infláció, ezt a célt lehet, hogy már egy-másfél hónappal hamarabb elérik.